Így valahogy jó, alakul. Csütörtök óta zajlanak az előkészületek a Sóstó Szabadidőparkban. Pénteken és szombaton a most még üres területen kétnapos program zajlik majd. A Halasi Városmenedzser Kft. Pénteken este rendhagyó módon tiszteleg az államalapítás előtt. Ez egy jubileum lesz, 40 évvel ezelőtt, tehát 1983-ban mutatták be az István a Király című rockoperát, és mi percre pontosan, így 40 évvel később vetítenénk itt a Sóstói nagy színpadon. Ezt követően pedig DJ Benny fog majd zenélni egészen hajnalig, és ő hozzá le jó kedvet mindenkinek. Szombaton márkor a délelőtt folytatódnak a színpadi programok, látnivalók, minden korosztály megtalálja a neki tetsző stílust. Reggel 9 órától folyamatos programok lesznek a színpadon, mindenféle előadásunk lesz, tehát gyakorlatilag a népzenétől a helyi zenekarok is fellépnek, sztár vendégek, lesznek versenyek, családi programok, csapatépítő játékok, úgyhogy mindenki jól fog érezni magát, ebben biztos vagyok. Nem csak a hang- és fénytechnikusok, hanem a vendéglátósok is készülnek a két napon át tartó forgatagra. Az biztos, hogy senki sem marad étlen szomjan. Hát a Sóstó egy jó nagy részén kitelepülnek a főzők, itt egészen a hátsó bejárattól kezdve a másik kapuig végig parcellákra lesz osztva a főzőhely, ugyanúgy mindenki megtalálja majd a helyét. Rendhagyó program színesíti majd a szombatot. Főként azoknak lesz különleges, akik szeretik a gasztronómiát. Ez az első Merkbau magyaros ételek főzőversenye. Reggel 9 órakor lesz a megnyitója, onnantól kezdve már kezdhetnek főzni a csapatok. Egyébként 20 csapat nevezett a programra. A zsűrik pedig egész délelőtt fogják őket lesni, hogy milyen finomságokkal készülnek. 2 óra környékére tervezzük egyébként az eredményhirdetést. Nekik is kínálunk rengeteg csapatépítő játékot. Sajnos hiába nézzük folyamatosan az időjárás előre, jelzés sajnos van, hogy óráról órára változik, hogy milyen időnk lesz ma este, illetve holnap. Mi szeretnénk minden egyes programot megtartani. Nem félünk egy kis esőtől, de természetesen, ha komolyabb viharig érkezik, illetve piros riasztást kapunk, akkor ehhez igazítjuk majd a programokat. Egyelőre minden program úgy alakul, ahogy terveztük. Ha véletlen változás lesz, akkor szeretném, ha mindenki nézni a Halas Média felületeit, illetve Facebookon az eseményt, hiszen amint változás van, ott fogjuk közzétenni. A végére hagytunk egy nagyon fontos és közérdekű információt. Főként azoknak szól, akik autóval érkeznek a rendezvény helyszínére. Az elmúlt évekhez képest van annyi változásunk, hogy a Sóstó előtti parkolót teljesen lezárjuk a gyalogosok biztonsága érdekében, tehát így autóval oda nem lehet behajtani, viszont ahol most állunk, a mellette lévő területet lehet használni parkolásra, ebben a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság, illetve a közterületfelügyelet fog nekünk segíteni, illetve nyilván a Sóstó egyik oldalán is van egy parkoló, amit lehet használni, illetve a hátsó parkolót is lehet, erre kérünk mindenkit, hogy fokozottan figyeljenek, ne siessenek. A közreműködők segítik majd a parkolást és mindenkinek az épségben bejutását a rendezvényre.